Azaria első magyar előadóként tölti meg a Puskás Arénát jövő májusban, ráadásul kétszer is, sőt a hatalmas érdeklődésre való tekintettel egy harmadik koncertet is meghirdettek. A rapper énekes röpke 3 év leforgás alatt szinte mindent elért, amiről egy hazai előadó álmodhat. No de ki ő és miért mozgat meg ennyi embert a zenéje? Videónkban erre próbálunk meg választ adni. A napokban bombaként robbant a hír, hogy a mindössze 21 éves Azaria triplázni fog a Puskásban, olyan gyorsan elkapkodták a jegyeket az első két koncertjére. Ez pedig egyértelműen jelzi, hogy zenéje nem csak a fiatalokat szólítja meg, hanem nagyjából minden korosztályt. Lássuk, hogyan vált Azaria hazánk legfelkapottabb előadójává. Történetünk 2014-ben kezdődik, amikor Azaria, polgári nevén Bauko Attila Paul Street néven indított YouTube csatornát és 13 éves fejjel belevágott a vlogolásba, ezt követően pedig különböző teóriákkal és rejtélyekkel kezdett foglalkozni a csatornáján. Már a korai videói közben is feltűnik a gitár, amit meg is szólaltat, ám ekkor még nem ez volt a fókuszban. Viszonylag hamar jelentős, több százezres követőtáborra tett szert, majd 2018 nyarán elindult az Azaria projekt is. Kezdetben feldolgozásokat töltött fel, majd megérkeztek a saját angol nyelvű dalok is, amik már ekkor szép számokat produkáltak. Először főként a Paul Street csatornáról érkeztek ide az emberek, hogy meghallgassák, mire képes kedvenc videósuk, ha zenéről van szó, aztán szépen fokozatosan Azaria is kinőtte magát. Ehhez az első lépés a 2020 áprilisában kiadott I'm Worth című debütáló album volt, amin kizárólag angol dalok kaptak helyet, és amit ő írt, mixelt és masterelt, szóval a dalszerzői, a szövegírói és a produceri munkákat is ő végezte el. Az igazi áttörést azonban a 2020 novemberében megjelenő, immáron magyar nyelvű Réd című dal hozta el neki, amin már Dash is közreműködött, aki rappel és énekléssel asszisztált ahhoz, hogy sláger váljék a nótából. A Rédhez készült klip néhány hónap leforgás alatt összehozott több 10 milliónyi megtekintést, azonban később eltávolították a csatornáról a dal producerével való csörte miatt. Ám 2023-ban ismét felkerült a rég elveszett nóta a YouTube-ra, ami egyébként Azaria koncertjének is kihagyhatatlan eleme a mai napig. Sokan a Rét megjelenését követően azt hihették, hogy egy slágeres előadóról van szó, hiszen sokszor láttunk már olyat, hogy valaki a karrieri elején leszállít egy bomba sikert, és később görcsösen próbálja reprodukálni azt, sikertelenül. Nos, Azariánál és Dashnél nem ez volt a helyzet, ugyanis 2021 májusában kvázi megismételték a sikert a Mindegy című számmal, ami legalább akkora népszerűségre tett szert, mint a Rét. Ekkor még szélesebb körben is felfigyeltek Azaria zenei ténykedésére, aki gőzerővel dolgozott a Kamuflázs névre keresztelt, szintén angol nyelvű második albumán, amit nyáron ki is adott. A 2021 novemberében tartott MTV EMA díjátadón pedig az év legjobb magyar előadójának választották. Mivel a legnagyobb slágereket Dash-sel közösen szállította, így nem is volt kérdés, hogy ledobnak egy kollab albumot, ami 2022 májusában meg is történt. A Ló túloldalán című lemez megjelenését némileg beárnyékolta, vagy éppen még inkább hype-olta a Szolnoki Palacsinta Fesztiválon történt incidens, amikor Azariát intim szituációban kapták lencse végre egy rajongójával. Azonban ezt a kínos esetet is az előnyére tudta fordítani, és később dalszövegben is reflektáltak rá, valamint igazi show elemet kovácsoltak a történtekből. A Ló túloldalán pedig kétségtelenül Azaria legnépszerűbb albumává vált, ám ez nem csak az ő érdeme, hisz Dash is oroszlán részt vállalt az anyag elkészülténél. Ezzel a lemezzel lehet igazán definiálni azt a formulát, amitől Azaria annyira népszerűvé vált, hogy többször is képes teltházat csinálni a Puskásban. A Ló túloldalán albumon egyaránt helyet kaptak újvonalas rap számok és keserédes lírai hangzású dalok is, melyeknél előtérbe kerültek a hangszerek. Előbbivel főként a fiatalabb generációt szólítják meg, utóbbira pedig akár az idősebb korosztály is felfigyelhet, és minden bizonnyal fel is figyelt. 2022 azonban nem csak a Ló túloldaláról szólt, hiszen Azaria szólóban kiadta a Sílbak című mini-albumot, amiről a legnépszerűbb dal a Formuz lett, ami keveri az angol és magyar dalszöveget, ezzel a frappáns elemmel megbolondítva a nótát, ezt a húzást pedig azóta is előszeretettel alkalmazza más daloknál is. Idén májusban pedig megjelent Azaria első olyan albuma, ami túlnyomó részt magyar szerzeményeket tartalmaz. A Memento egy igazi műfai kavalkád, amin helyet kap a regitől kezdve a reggaetonig át minden, és olykor még gitárszólók is felcsendülnek. Azaria 2021-ben tartotta első koncertjét a Monyolandben, ahol közel 1500-an voltak rá kíváncsiak, később megtöltötték a Budapest Parkot, és 2023 márciusában a Pap László Sportarénát is.
Ráadásul idén ősszel egy európai turné is tervben van, Azaria fellép majd többek között Londonban, Berlinben és Párizsban is. Mindemellett idén nyáron a Grammy-díjas Sam Martinnal és a Stadium X duóval készített közös számot Heaven címmel, ami ismét egy fontos lépés volt a külföldi ismertség felé. Az elért hazai sikerek tehát szinte tényleg példátlanok, ráadásul Azaria még mindig csak 21 éves, azonban egy valóban autentikus előadóról van szó, aki dalszerző, szövegíró és producer is tud lenni egy személyben. Fiatal tiniként tanult meg gitározni, majd később a producerek által használt zenei szoftverek kezelését is autodidakta módon sajátította el. Azaria dalai egyszerre szólnak a fiatalabb generációhoz és az idősebb korosztályhoz is. Dalszövegeivel gyakran rendszerkritikus hangot is megüt, ám mindezt olyan módon teszi, hogy az fogyasztható legyen mindenki számára. Hangzásban egy tucatnyi műfajt ötvöz, így szinte bárki megtalálhatja az ízléséhez legközelebb álló dalt a repertoáriában. Az is, aki csak egy pörgős repre vágyik, és az is, aki egy jó gitárszólóra esküszik. Mindehhez pedig egy nagy adag tehetség is társul, mert a koncerteken is közel azt a minőséget képes szállítani, mint amit az albumokon megszokhattunk tőle. És talán ezért is kíváncsiak a Puskásban tartott koncertekre ennyien. Ez volna tehát Azaria rövid, ám igencsak eseménydús karrierjének összefoglalása. Ti kedvelitek a zenéjét? Melyik a kedvenc számotok tőle? Írjátok meg kommentben. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!